Köszöntünk mindenkit! A Magyar Jiu-Jitsu Szövetség idén az Eger Hotelben tartotta jubileumi nemzetközi táborát. A Tatami Sport közreműködésével már az előző nap megkezdték az előkészületeket, így 400 négyzetméteres tatamis terem állt rendelkezésre. Egy rövid teszt a tatamin, majd kezdődött a regisztráció. Mintegy 150 fő érkezett, élükön Szoke Kelemen István alapítómesterrel. Helyükre kerültek a zászlók, és minden készen állt a program elkezdéséhez. Az Eger Hotel kitűnő házigazdaként szolgált mind az elhelyezés, mind az étkezés színvonala, a klimatizált edzőterem, illetve a wellness szolgáltatásokat tekintve. A hivatalos megnyitón Szoke Kelemen mester ismertette a tábor programját, amelynek kiemelt instruktorai az alapító mesteren kívül Sihán Kovács Attila, a szövetség technikai igazgatója, Karacs Attila többszörös K1 bajnok, Novák Jenő kickbox világbajnok voltak, de az edzések tartásában részt vettek a szövetség vezető instruktorai és külföldi mesterek is. Többek között Csicsman Gábor, Seres Károly, Ónodi István, Várkonyi Gábor és finn mesterek is. Egy rövid bemelegítés is kezdődött a jubileumi tábor 4 napos programja, amelyben változatos edzések és egy övvizsga, valamint egy záróbankett is szerepel. A szövetség idén több jubileumit is ünnepel, 40 éve van Jiu-Jitsu Magyarországon, 30 éve van hivatalos szövetség, 5 éve, hogy Japánban bejegyezték a Hungary Jiu-Jitsu Kelemen Ryut, mint a mester nevével fémjelzett iskolát, és idén volt 60 éves az alapító Kelemen István. Ennek tiszteletére június 6-án Budaörsön rendeztek egy nagy gálaműsort, egy szemináriumot. Ez a jubileumi tábor a jubileumi év miatt sikerült ilyen körülmények között megrendezni. Hát nagyon kellemes. Tartunk délelőtt folyamán 3 óra tréninget, délután még 2-t, este egy plusz 1 órát. Hát a 30 év az elég hosszú idő, ugye benne van a 3 évtized, és azért a vizsgákon, az itt látható munkán érzékelhető volt, hogy nem telt ez a 30 év hiába. Hogyan kezdődött, kedves István, 30 évvel ezelőtt? Hát úgy kezdődött, hogy olyan külföldi mestereket láttunk mi többen, akik inspirációjára elkezdtünk jiu-jitsuzni, és miután már ezt elegen csináltuk, hát eldöntöttük, hogy valami szövetséget kéne létrehoznunk, és az ős időkben, mint szakák szakbizottság tevékenykedtünk a Magyarországi Harcművészetek Összövetségének keretén belül. Nehéz volt elfogadtatni ezt a szakágat? Nem. Isten igazából nem, de azt, amit mi csinálunk, azt egy kicsit nehéz, mert igen nehéz az előrejutás benne, és általában az emberek kitartása az nem minden esetben annyi, amennyinek lennie kéne. Azt gondolom, hogy látványos a Magyar Jiu-Jitsu Szövetségnek a fejlődése, hiszen ma már egy professzionális szervezetté nőtte ki magát, akár szabadidős sportként nézünk rá, akár úgy, mint olyan szervezetre, ahol komoly sportemberek fejlődtek, nevelődtek, vagy úgy nézünk magunkra, mint a közelharc, önvédelem egyik hazai bástyája, hiszen a terrorhajtási központban is részben ezekkel a módszerekkel folynak a képzések. Körülbelül Magyarországon mennyien űzik ezt a szép sportágat? Hát a szövetségünkben változó létszámban közel 1000 fő az, aki a mi iskolánknak az anyagát próbálja elsajátítani heti rendszerességgel. És azt is megtudhatjuk Kovács Attila technikai igazgatótól, hogy hányan vehettek részt a táborban. 150 tanuló összejött a táborba, és igazából mindenféle technikákat tanulnak, ami a jiu-jitsura jellemző. Különböző sport alapismereteket is szereznek, többek között a hátam mögött látható kickbox tréning, amit a Sensei Novák Jenő tart, illetve földharc alapismereteket, sportföldharcot is tanulnak a fiatalok. Ezek általában nem a Ryunkra jellemző dolgok, hanem ez inkább az alapokat adja meg ahhoz, hogy jó harcosok legyen. Ugye ezekből a képekből egy laikus is látja, hogy egy nagyon összetett sportágról van szó. Földharc, állóharc, nagyon keménynek tűnik.
Az is, hogyha valaki komolyan gondolja. Ez az összetettség, ez eredendően a jiu-jitsu sajátja. Isten igazából azok a részek, szegmensek, amiket itt külön kiemeltünk, azok ma már mint önálló sporták ként léteznek, kézlábtechnikás iskolák, vagy csak földharccal foglalkozó iskolák, mint a brazil jiu-jitsu például. Ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a jiu-jitsunak hány ága van a világban? Szóval nagyon nehéz ezt azért ugye külön választani. Kettő. Csak kettő? Kettő, jó meg a rossz. ez jó vál. Amelyik működik és amelyik nem működik. És Magyarországon működik. Az, ami az én szövetségemé, az feltétlenül, hiszen a TEC-ben is ez a kiképzési metodika. Így van, pontosan. Ugye erről is majd egy kicsit később beszélünk. Azt tudom, hogy Magyarországon kívül például Finnországból is érkezett instruktor. Ők hogyan kerültek ide, vagy ő hogyan került ide? A finnekkel már több mint 35 éve nagyon jó a viszonyunk. Nagyon hasonlít a finn jiu-jitsu a magyar jiu-jitsura, vagy a magyar jiu-jitsu a finn jiu-jitsura. Ugyanolyan küzdő és erőcentrikus, és technikájában precíz. Alapvető technikákat vettünk át, karfeszítés, különböző változatai, illetve a lábfeszítés, illetve a testtel való terhelést. A Rio-ban a különböző harctechnikáknak nagyon fontos szerepe van. Igyekeztem a személyes tapasztalataimat közben elmondani a technikákkal kapcsolatba, illetve hát a küzdés fontosságára hívtam fel a figyelmet. Ugye láthatunk felvételeket az edzésekről, nem kell külön agitálni például mondjuk Karacs Attilát sem, aki ugye a K1-ben szerzett babérokat, hogy jöjjön. Karacs Attila kollégám a TEC-ben, mint közelharc kiképző, és azt hiszem, hogy termékenyítőleg hatunk egymásra. A korom véget valószínűleg én vagyok az, aki ehhez a szakmai részhez többet tudok az ő esetében hozzátenni. Hallgassuk is Attilát, aztán folytatjuk tovább. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy egy edzőtáborban külsős oktatók is részt vegyenek, mert sokkal színesebbé válik az egész. Nyilván minden szakterületnek vannak olyan sajátosságai, legyen az akár Thai box, akár különböző ilyen eszközös irányzatok, amikben vannak új dolgok. És érdemes ezeket az új dolgokat beemelni egy rendszerbe, mert ezzel elkerülhető az, hogy egy idő után elkopjanak, megváltozzanak, eltorzuljanak akár a technikai elemek is. Ezt nagyon hasznosnak tartom. Attila olyan átütő erejű harcos, hogy rajta jiu-jitsuzni az igazi próbája annak, hogy valami működik vagy nem működik, és ez a számomra nem csak megtiszteltetés, hanem egyfajta újratanulása mindannak, amit eddig csináltam. És a TEC-ben is isszák a szavait, fogalmazzunk így? Az enyémét vagy Attila? Mind a kettőtökét. Természetesen azt hiszem, hogy kiváló párost alkotunk. Jöjjön Novák Jenő, hiszen megérkeztek a kickboxosok is. Hát 4 év alatt már azért sikerült annyira megismernem itt a társaságot, hogy nagyjából tudom, hogy kinek mire van szüksége. Nekik van egy saját stílusuk, amit nagyon jól űznek. Én ehhez próbálok így hozzásegíteni, hogy mellé ez a kéz-lábtechnika, ezek jól berögzüljenek, és ezt jól tudják használni. Nagyon jól át tudom nekik adni ezeket a dolgokat, és látom már így 4. év után is, hogy magasan kiemelkednek az első évhez képest, és látszik, hogy foglalkoznak vele. Számít mondjuk a fiataloknak, hogy egy világbajnok, vagy teszem azt a te esetedben egy stílus alapító adja át a tapasztalatait? Biztos, hogy számítanak, de azt hiszem itt a legfontosabb, hogy mondjuk a Jenő szensei az nagyon érti a szakmáját, és olyan magas szinten műveli, hogy magával ragadja az embert, és azonnal szeretné legalább olyan szinten csinálni, hogy ő, ami persze egy képtelenség, hiszen neki ez a fő profilja. Amúgy a mi szövetségünkre mindig jellemző volt, hogy más stílusból hívtunk vezetőmestereket oktatni, hogy tanulhassunk tőlük. Na és akkor ugye volt egy övvizsga, itt hányan vettek részt? Ez egy nagyon kis létszámú vizsga volt az eddigiekhez képest, egy első dan és egy második dan vizsga volt. Nagyjából azok számára, akik tényleg nincsenek ebben a körforgásban benne, mit kell ehhez teljesíteni? Hát ez körülbelül 1 óra non-stop oda-vissza való bemutatása teljes erővel a technikáknak, törésteszt, erőteszt és küzdelem. Az évek során ugye a habitusom, az elképzelésem a közelharcról azért módosított a tanultakat, és alakult ki az az iskola, ami ma a nevemmel bejegyzésre került,
és hitem szerint egy nagyon ütőképes közelharciskola, és ez azt hiszem a legnagyobb értelme az eltelt évtizedek munkájának, hogy képesek voltunk egy igazi komoly közösséget alkotni, és ezt a közösségalkotó képességünket talán átadni az utánunk jövő nemzedéknek. Kedves nézők, ez volt tehát a jubileumi Jiu-Jitsu tábor Egerből, amelyet egy jubileumi bankettel zártak le, értékelték az elmúlt időszak és a tábor eseményei, a végén pedig egy sayonara party, gála vacsora és egy kis karaoke party, valamint tánc vezette le a tábor fáradalmait. Én Szokek Kelemen Istvánnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, a viszontlátásra!